Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenki, gyerekek. Ilyen úgy van ma, hogy aljuken itt van itthon. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenki eszik, amit talál. Tehát van bőségesen. Itt maradt a prószából. Itt van egy kis sonka. Ennyit vettem csak ki. Megmaradt a paradicsom saláta. Itt melegítettem meg prószát. És mellé, tehát ezt a cordon bleu-t, amit még egy picit majd kell melegítsek. De, hát terve, na megjött tévé, semmi probléma, akkor ezt addig nem indítom be, mert ez zajjal jár. Nagyon gyorsan fogom mutatni, és hamar van készen. Tehát egy klasszikus tartár szósz, tartár mártás, ki minek hívja. Van, aki azt preferálja, hogy kettőször annyi majonéz, mint amennyi tejföl. Van, aki azt, hogy kétszer annyi tejföl, mint majonéz. Szóval maradjunk a középuton, tegyünk egy, és kettő, ja, igen, kettő evőkanálnyi tejfölt, és nagyjából, ugye, így meg egy picit, úgy látom, hogy kell, majonézt. Tehát fele-fele arányba. Jó? Ez így jó lesz. Nagyon egyszerű ételről beszél. A következő, a mustár. Hát amit így, én azt mondom, hogy egy fél diónyit, tehát így, egy ennyit. Egy saját ízlésedre is van bízva. Akkor egy csipet borsz, ez tényleg csak egy csipet. Használsz fehér borsot, aztán csipet só. Igen, és használhatsz porcukrot, vagy kristálycukrot is, egy keveset. Így, egy olyan jó evőkanálnyit. Ennyi az egész. Na most a citromlé, az pedig legyen, hát egy két evőkanálnyi. Nem kell sajnálni belőle, de túlzásba se kell vinni. És ezáltal kialakul az édes savanyú. Tehát savanyú és a cukor által ugye ez a sweet sour ízhatás. Ezt most a habverővel ugye simára fogjuk keverni. Na, közben Évi bejött, az jártam meg. Gyerekek, fölnyitott egy szódát, szóda az mi úgy hívjuk, Coca-Cola, meg egyebekkel dobozos, a kocsiba, szétspriccent. Tiszta ragacs lett minden, hát most takarítja. Meg a ruhája, az arca, szóval elintézte a dolgot. Nos, hát ez volt, nem volt, a habverőgéppel, vagy pedig csak így. Ilyen egyszerű, nem gyerekek. Érdemes előtte való nap megcsinálni, ugye a cukor szépen felolvad, stb. De így is azonnali fogyasztásra is. De most azonnal ezt már lehet is használni. Na most még annyival, ha cifrázni akarod, petrezselyemződje, még mehet hozzá. Vagy pedig nagyon-nagyon apróra vágott újhagymaszár, vagy pedig a csájva a poré, vagy melyik az a nagyon-nagyon-nagyon apró. Nem tudom hirtelen, tudjátok, az a olyan, mint olyan vékony, mint a fűszál most. Úgy tudom, hát csájva. Én is hívom csájba. Na, megkóstoljuk, hogy milyen lett. Hát az állaga az szerintem nagyon jó így. Én azt mondom, hogy gyerekek, ezt így hagyom. Ebben nem teszek semmit. Na most, hogyha jó zsíros tejfölt használsz, nem tudom hány százalékosat, akkor sűrűbb lesz. Tehát
vagy pedig a használj nagyon jó minőségű majonézt ehhez, vagy készíts. Az a, egyébként az a legjobb, ha te magad készíted, de azt hiszem egyszer már mutattam, hogy hogyan kell, igaz? Majonéz készítést. A gyerekek együtt szerettem volna egy megmutatni. Aztán majd valamilyen folytatjuk. Oké? Sziasztok! Hát folytatódnak kalandjaink, vasárnap reggel van. Ugye az előzőekben bemutattam a tartármártás készítését. Hát most én kis apróságokat fogok így füllezgetni. Úgy gondolom, hogy ezek nem hosszúak, viszont úgy gondolom, hogy hasznosak ugyanakkor. Ilyen rövid videók. És így egybefűzöm őket. Tehát van egy olyan megoldás pizzához, hogy például ilyen mini pizza. És előre meg lehet venni ezt a krasztot, és hát így ugye, ráhelyezzük. És hát ők adnak hozzá egy, három darab van benne, és egy-egy ilyen szószt. Ugye? Adnak hozzá, megfordulunk kérem. És mindjárt egy kis kanalat is. És ezt a szószt rátesszük. Tehát neked nem kell a tésztával foglalkozni, hanem az már kész. Jó száraz, nem tudom, hogy majd hogy fog megpufulni. Ezt a fajta megoldást még nem csináltam. És nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis csak elkenjük, szétosszuk, egész jó lesz így, pont annyi, amennyi gondolom, hogy kell rá. Aztán itt rajtad áll, hogy most mit csinálsz, hogyan folytatod. Hát lehet úgy, hogy én legalábbis azt fogom csinálni, hogy van ez a hagymának, ez a belseje, látjátok itt, ez a rész. Meg itt is. Szóval ez jóval édesebb, mint azok a külsők, és hát ilyen vékony kis szeletkéket lecsapkodok. És csak így. Szedjem széjjel őket, nem szedem szét. Ja, egy ennyit ráteszünk, és akkor ugyancsak ilyen vékony szelet. Paprikát, egy párat. Rá lehet tenni. Vékonyra, kicsikre. Mégis majdnem mindegy, melyik szín. Na. Ennyi. Meg vagyunk. Itt kell elvágni, hol van ez a fehér rész, ha jól gondolom. Igen. Ez ilyen pizza blend, pizza keverék. És rakunk rá pepperoni. Tehát eredeti olasz. Pepperoni szalámit. Úgy, ide is. Ügyes lesz. Na majd úgyis jön a máma, a Sophie.
aztán csinálhatnak ők is egyet majd. Meghagyjuk neki, hogy ő készítse el majd saját magának. A harmadikat meghagyjuk neki. Jó, és akkor a sajt. Gyerekek, gondolom egy 10 perc alatt 3.50-en szépen megsütjük. Ja, megnéztem a papírt, ott 9 perc sütési idő. Évi is ébredezik. Úgy volt, hogy sütök ilyen pogácsát is, de akkor ez most elmarad a pogácsa sütés. Nem, ez lesz. Egyébként 450 fokra kell tenni a sütőt ehhez. Na most, előbb alulra raktam a hagymákat, nem biztos, hogy úgy kellett volna. Na már dehogy nem, hát a zsírja rámegy a hagymára, úgyis jó. Jó. Erre teszek kicsit többet. Az enyém lesz. Ilyen hagymákat, egyebeket. Én szeretem jól megszórni mindennel. Aztán majd a Sophie, az valószínű, hogy ő olyat csinál magának, amint csak szalámi van. Már ennyi, nincs is több szalámi, úgyhogy erre izét teszünk. Harcszalámit. Ez is olasz. Nem peperónit. Igen, ez jó így. Oké. Nagyon jó lesz ez így. És sajt. És akkor ezt meg eltesszük a Sophie-nak, majd ő elkészíti saját magának saját pizzáját, kis pizzát. Jó. Alright. Szóval úgy írja, 9 perc, hát az 10 perc, 9. Alatt van kész, úgyhogy majd mutatom. Na gyerekek, ez ilyen egyszerű. Vágtam össze egy kis főcsonkát a levébe, ami hagytam kihűlni, és plusz a pizza. És ez bőségesen megfelel nekünk vasárnapi reggelinek. Próbáltok meg ti is, hogyha kaptok ezt előre készen. Nagyon egyszerű. Tényleg a gyerekek is meg tudják csinálni. És egy jó kis szórakozás, úgy gondolom, a gyerekeknek, ha ők saját maguk elkészítik, saját maguknak. Alright, próbáltok ki. Sziasztok!